Az elmúlt napok forróságában sokan választották hűsítés céljából valamelyik Tisza partot. Ezen a szakaszon már tavasz közepétől nagy hangsúlyt fektettek a tereprendezésre és a fűnyírásra, hogy a szezonra megfelelő körülmények fogadják a fürdőzőket. Gergely Ugornyán sok mindenre odafigyelnek. Igényes, vízparthoz illő öltöző várja a vendégeket, 11 órától 19 óráig pedig vízimentő szolgálat is biztosított. És nem csak a strandolók érkeznek ide szívesen. Büszkén mondhatom el, hogy a Beregszíve üdülőközpontban folyamatosan csütörtöktől vasárnap estig érkeznek meg a vizitúrázók, egyszerre 50-en tudnak megszállni a sátraikban, ami azt jelenti, hogy 5x10 főnek van a vizitáborozók által megépített sátor június végétől augusztus végéig. Ugyanakkor a bringások is folyamatosan érkeznek. Múlt pénteken 80-100 vendégünk volt csak a Beregszíve üdülőközpontban, de azt is látom, hogy nagyon sok nyaraló megújult. Nyilván vannak még olyan nyaralóink, amelyek kevesebb gondot folytanak a tulajdonosaik, de bízunk abban, hogy a jó példa ragadós, és örömmel tapasztalom, hogy gazdát cserélnek a régebbi lelakott nyaralók, és a fiatalok, sőt a középkorosztály is szívesen tölti el itt az idejét. Itt egy necces éjszakánk van a szombat éjszaka, amikor viszont a fiataloknak kedvezünk, ekkor ugyanis nincsen Gergely-Ugornyán zárva tartás, hanem szombattól éjszakától vasárnap reggel 6-ig szórakozhatnak. Nyilván ennek megvan a előnye és megvan a hátránya, és előnye az, hogy nem mennek el máshová. A diszkóból eseteket így el tudjuk kerülni, hiszen itt vannak a közeli helyen, az otthonukhoz közel, és nem kell elmenni Kisvárdára, Mátészalkán, Nyíregyházára. Ugyanakkor azt is tudom, hogy a túlzott hangerő sokat bosszant, de hát legyünk toleránsak egymással, és próbáljuk meg elviselni azt a néhány szombat éjszakát, ami ilyenkor adja magát. A nyíregyházi szállodák szinte tavasz elejétől teltházzal üzemelnek. Az egyik legújabb hotel vendégei 90%-ban családosan érkeznek a kikapcsolódás helyszínére. Új és a már meglévő vendégeink is szívesen jönnek hozzánk. Ők pedig már körülbelül kora tavasszal lefoglalták a nyári pihenésüket. Ezt elsősorban ugye a Nyíregyházi Állatpark nagy sikerű interakciójának köszönhető, a Jégvilágnak, amely ugye Magyarországon egyedülálló. Szétnéztünk a vármegye más területén is. A Baktalóránd háza határában lévő szállodát a hétköznapokban jó rész üzleti turisták veszik igénybe, főleg osztrák, német és holland nyelvterületről, de a hétvége itt is a családoké. Ahogy a legtöbb étteremben és hotelben, itt is visszafogottabban költekeznek a vendégek. Magyarországon kb. 42 millió vendégészaka van évente, azért itt van hova fejlődni, szóval a Magyar Turisztikai Ügynökség is lenyilatkozta egy olyan 50 milliós vendégészaka szám a cél 2030-ig, azért ez a 8 millió, azért ez egy brutális szám, amelyet el kellene, hogy érjünk, ezt nem is tudom, hogy milyen kapacitásbővítéssel fogjuk tudni elérni, hogy a célszámok meglegyenek. Illetve, hogy mivel tudjuk jobban ösztökélni a vendégeket az adott szálláshelyen, illetve étteremben arra az elvárt keresletre, amelyet mi küzdünk, vagy tűzünk ki célul, hogy a vendéglátóegységet, a szállodát, az éttermet azt pozitív eredménnyel tudjuk üzemeltetni. Azért itt van egy hátsó oldala is az üzemeltetési költségek, amelyek még ebben az évben azért jócskán nyomják a vendéglátóegységeknek a vállát. A tavalyi inflációs nyomás, amely megemelte az árakat, nem érhető el, és ezt kimerem jelenteni, hogy nem érhető el mindenki számára egy középszerűtől jobb, vagy egy 4 csillagtól fölfelé szálloda. Nagyon megemelkedtek az árak, talán a 2019-es szinthez képest egy 70-80% emelkedés biztosan van. Ennek ellenére a terület szépsége és a nyírségi emberek vendégszeretete megye és országhatáron túlról is sok turistát csábít a térségbe.